Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. In unserer letzten Folge haben wir die ersten beiden Räume des Heimatmuseums von Szabern vorgestellt. Jetzt setzen wir diese Tour fort und Sie können drei andere Räume des Museums und des Heimatmuseums besuchen. Es war einmal ein reicher Bauer, der hatte eine schöne Tochter. Er hatte viel, viel Geld, wollte aber immer mehr davon haben. So wollte er die Schönheit seiner Tochter zum Geld machen. Das Heimatmuseum von Szabern wurde in 2022 nach langer Bauzeit eingeweiht. Seitdem konnte es viele Gruppen und Neugierige besuchen und sich der schwäbischen Kultur nähern. Wir haben unseren Rundgang durch das Gebäude in einem früheren Folge begonnen und setzen ihn nun mit einem Raum fort, die den Lebensraum der schwäbischen Familien zeigt. Ez egy sima szoba volt, itt gyakorlatilag a család az itt élt. Ezt is próbáltuk úgy berendezni, félig meddig, mint ahogy régen volt. Tehát, hogyha megfigyelitek a svábházat, akkor az első három helyiség inkább tájház, a több inkább múzeum jellegű nálunk, és így is akartuk, nem akartuk az egész házat tájház jelleggel berendezni. A svábokra jellemző a vallásosság, ezt már még az őshazába hozták, ugye Németországból, és ugye szent képeket raktak a falra, ugye templomba járó emberek voltak, útszélen kereszteket állítottak, kápolnákat építettek, tehát nagyon jellemző volt a vallásos élet, és ez mutatkozik itt ebben a házban is, hogy nyilván fölraktuk ezeket, hiszen minden régi sváb szobában, házban voltak szentképek. Außerdem gibt es ein altes Spinnrad und eine Sammlung von Artikeln über das Dorf. Van egy rokkánk, és ahhoz tartozik ez a kerék, amivel a fonalat tekerték körbe ezen. Ugye egy szövőszék is kéne itt legyen, a szövőszékünk az följebb van, tehát ugye télen mindig, ugye, hogyha meghallgatnánk a szöveget, akkor mondja is a szövegbe, hogy télen itt szőttek gyakorlatilag, csak mivel nem fér be a szövőszék, ezért máshol tartunk, és ahhoz tartozik gyakorlatilag a fonalat tekerték föl erre a kerékre, úgymond. Van még egy könyvünk itt, itt összeszedtük a Herceg Szabó szabari újságcikkeket, itt van több mint 100 éves, vagy 150 éves újságcikk is. Mindent, amit találtam a neten, azt én így lementettem. Gyakorlatilag ki van emelve sárgával, minden egyes oldalon van egy Szabóra kapcsolatos cikk. Ebben van bulvár jellegű, van olyan, hogy mit, valaki eladott valamit, vagy valaki beesett a kútba, vagy ez történt, lopás történt, vagy ez. Tehát, hogy mindenféle újságcikk, érdekes újságcikkek vannak benne. Ha lenne valakinek ideje, lesz közel 200 újságcikk, tehát egy ide kéne. Én annak idején átolvastam őket, de érdekes az újságírók nyelvezete, teljesen más volt akkor, mint most. És érdekes elolvasni ezeket a cikkeket, ha valakinek ideje. Gyakorlatilag ezek is mind szabari ágynemük voltak. Kimondottan nem volt külön jellemző, hogy mi volt most Szabarra, a svábokra volt jellemző ezek a motivumok, ezek a minták, és amit itt gyakorlatilag láttuk, ezt mind Szabarból kaptuk, ebből gondolom, hogy ezek mind szabari minták voltak, de lehet, hogy ezt feleljük akár Hímesen is, vagy másik településen is. Biztos volt valami speciális minta, ami valahol volt, valahol nem, de ezt kimondottan nem annyira monitoroztuk gyakorlatilag, de az biztos, hogy mind Szabarból kaptuk ezeket. Denis Straum ist Teil des Museums, wo wir von altem Karten der Gegend begrüßt werden. Itt kezdődik, tehát itt jövünk először be, és gyakorlatilag, ha jönnek a csoportok, akkor folyosan megállnak, én megnyomom ott a gombot, és akkor a szabadi svábházzal kapnak egy információt előzetesen, hogy mit kell tudni a házról, mit kell tudni nagyjából a szabadi svábokról és Szabarról. Egy 2-3 perces bevezető szöveg van. Amikor ide bejövünk, utána innen mindjárt tiszta szobába szoktunk menni, és onnan jövünk fölfelé. Itt térképeket raktunk föl, amit látunk, itt egy 1864-es kateszteri térkép lett a levéltárból kimásolva, és összerakva, összeszerkesztve, és az lett kinyomtatva. Itt azt lehet látni, hogy gyakorlatilag az egész külterület Szabad, és a külterületén kinek a levén voltak földek, tehát gyakorlatilag teljesen föl van parcellázva az egész, és lehet látni, hogy kinek a földje volt az adott területen, illetve az adott a település is itt látható, és ez 1864-ben térképezték föl. A másik térkép 1914-es, Baranya vármegyés térkép, iskolai térkép volt, és itt is még a régi megnevezések vannak, ugye itt még látjuk, hogy Herceg Szabad volt, vagy Cseledoboka, vagy Rácgörcsöny, tehát ezek már nincsenek, ezek a települések nem ilyen néven futnak. Az is érdekesség, illetve ide tettünk egy szekrényt, a mese szekrényt, ahol egy mesét tudnak a gyerekek meghallgatni németül, egyrészt német nyelven, egyrészt svábul is.
Ugye 9 képet illusztráltunk erre mesére, és azt kell róla tudni, hogyha megnyomom a gombot, akkor indul a mese, és mindig az adott kép fog felvillani, igen, gyakorlatilag. Neben den Karten dem Märchen können Sie auch eine bedeutende Einwohner von Saben kennenlernen. A Reis Boldizsár 30 évig volt, 1866-tól 1893-ig szabadbírája, és kapott akkoriban, nem is tudom, ezüst érdemkeresztet kapott, gyakorlatilag a, látjátok, Ferenc József és Gróf Tiszai Lajos, tehát Ferenc József Eskárt, tehát kapott egy ilyen ezüst érdemkeresztet azért, mert mit tudom, közel 30 évig volt szabadbírája. Im nächsten Raum geht es um Musik. Zusätzlich zu den ausgestellten Instrumenten gibt es eine interaktive Möglichkeit, mehr über schwäbische Musik zu erfahren. Most a zeneszobában vagyunk, gyakorlatilag, mint mondtam, hogy az első három helységet rendeztük be tájházként, több inkább múzeum jelleggel. Ez a zeneszobát kapta, hiszen volt egy Albert József zenészünk, aki polkákat komponált nyugdíjas korában, illetve zenekarvezető volt, hiszen meg hát szabad volt régen zenekar, és akár egy gyerekzenekar, vagy utána egy Levente egyesületek volt zenekara, viszonylag az abban az időben híresebb zenekar volt, hiszen zenekari versenyt is nyertek, ahol Pestre mentek utána egy Schwabát játszani egy hotelbe. Tehát a 30-as években erős kulturális élet volt a faluba, a zenekar is volt, illetve háború után akkor már ilyen kisebb zenekarok voltak a Hímesiekkel együtt, amit az Albert József vezetett. És mivel van egy Albert Józsefünk is, aki ilyen polkákat komponált, amit szintén kiadtunk egyébként, tehát zenekarok már volt, hogy játsszák gyakorlatilag az országban, ez a második kiadásunk. Ezért gondoltuk, hogy egy zeneszobát is berendezünk, és ide régi hangszereket raktunk föl, illetve hangszerekkel kapcsolatosan, illetve zenekarokkal kapcsolatos információk, hogy mikor, régen, mit játszottak a zenekarok, milyen ünnepségek keretében, mit kell a zenekarokról tudni. Picit van a Levente Egyesületről is információ, hiszen a Levente Egyesülethez tartoztak a zenészek, a sportolók, illetve a lövészek is, tehát ez egy egyesület volt. Ott például láttunk képet a Levente Egyesület megalakulásáról, 1927-ben, ha jól tudom, akkor alakult. Vagy láttuk egy szoprot, ez is egy Levente sportesében készült, a Szársamjóra kellett fölfutni, és ott az első díjat nyerte, szintén Albert József, nem a zenész, a zenésznek azt hiszem az apukája vagy a nagyapja, és ő kapta ezt 1928-ban ezt a szoprot. De visszatérve a zeneszobára, van egy táblánk, ahol a Magyarország német himnuszát, a sváb himnuszt tudjuk meghallgatni, ugye ki tudjuk rakni a kottát is, mondjuk egyértelmű, hogy ide kell rakni. Általában gyerekekkel el szoktuk tapsoltatni, és utána meg szoktuk hallgatni a sváb himnuszt. Arra gondoltam, hogy valószínűleg még a szöveget is jobban ki fogom majd itt írni, hogyha valaki esetleg nem tudja, hogy tudjuk követni. Illetve a nagy táblánk, meg a Albert József 50-es polkáját vettük föl, és azt kell tudni, itt csatornánként is, vagy szólamunként is meg tudjuk hallgatni az adott hangszert. Tehát, hogy most megnyomom, akkor indul az 50-es polka, minden hangszerrel. És közben lehet tudom tiltani a hangszereket. Ugye most a klarinét egy... Most nincs klarinét benne. Most letiltom a szájkürtöket. Most nincs rajta terror. Most már csak a három trombita van, és ugyanúgy lehet tudom tenni is, föl tudom építeni, hogy csak a tubát halljuk, vagy csak a trombitát akarjuk meghallgatni, vagy csak ezt, vagy kettesével, hármasával, vagy generálban meg tudjuk hallgatni. És visszanyomva, akkor visszajönnek hangszer. Ugye most majd még két klarinét hiányzik. Most halljuk az egészet. Ez egy érdekes dolog, hogy mondjuk egyesével is, vagy akár párosával, hármasával, vagy az egészet meg tudjuk hallgatni. Jó, azt nem jutom akkor. Tehát ez az a fal, és itt ugye a hangszerekről is el tudjuk olvasni, hogy milyen hangszer. Hát ezek a hangszerek voltak jellemzőek a sváb zenekarok, hogy a klarinét, a trombita, a szánykürt, tenor, bariton, illetve tuba. Illetve hát a tubának ahogy a helikon, amit ott látunk a falon, de ez is a tuba, gyakorlatilag a szólamot játszott. Vannak ezek között szabari hangszerek is, illetve kaptuk még Gász Mihály Miskó bácsi, ez egy zenetanár volt, és az ő lánya ajánlott föl hangszereket nekünk.
és akkor tőle is kaptunk hangszereket, illetve például ez a hangszer egy szabari hangszer volt, vagy a klarinétok is szabari hangszerek voltak, de többit meg úgy kaptuk. És látjátok, a lámpát is megoldottuk. És ugye a hegedű meg azért van, mert ugye régen azért nem csak fúvós zenekarok, illetve a régen átettek vonosra is. Tehát most van egy olyan projektünk, hogy pont egy Aubert polkát akarok vonos hangszerekkel stúdióban feljátszatni, és majd azt is meg tudjuk majd hallgatni, hogy nem csak fúvós verziók, hanem vonosként. És mert régen, amikor elfáradtak, akkor átálltak vonos hangszerekre. Tehát akkor például az első szájkötős, akkor a hegedűt fogta, ugye, mert elfáradt a szája, akkor tehát akkor volt, hogy tehát vonós hangszereken is tudtak játszani. Ugye úgy oldottuk meg, mint hogy rádió indulna, rádió német nyelvű műsor 10 órakor, és a táncformák, zenei stúdusokat mondják föl, ugye a három rádiós, a Ledlerről, a Walzerről és a Polkáról vannak információnk, és utána meg is hallgatunk egy ilyen számot. Das Landhaus ist eine wichtige Institution im Leben von Saben. Die Einweihung im vergangenen März war das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und Organisation. Nekünk van már egy másik épületünk a másik utcában, egy kisebb, és valahogy mindig az volt az érzése, hogy más településének vannak tájházak, tehát ilyen kiállítások, ott nem tudtuk ezt megcsinálni, mert kicsi az a ház. És mindig volt egy ötletünk, hogy kéne egy házat venni, kéne házat, de nyilván, hogyha nincs anyagi támogatás, vagy nincs rá lehetőség, akkor nem tudjuk. De ez ilyen, egy ilyen ötlet volt mindig. Aztán 16-ban jött egy pályázati lehetőség, és közben a Müller Anna, aki a képviselőnk, a német önkormányzó mindig mondogatta, hogy el szeretné adni a házat. És egyébként ezt a házat mindig nézegettem, ez mindig tetszett nekem. Egy nagyon hosszú ház, egy komoly ház volt, arányos volt, tehát hogy a faluban az egyik talán legszebb ház, meg nem is kis ház. Ezt mindig nézegettük, és ő mondta, hogy ezt el szeretné, lehet, hogy eladná, hogyha úgy van. És jött ez a pályázati lehetőség, ez egy februári nap volt, és nagyon gyorsan kellett lerágáljuk, hiszen jött a lehetőség a pályázatra, és akkor megkérdeztük az Annát, hogy eladná, és persze eladja, akkor mondjon egy árat, akkor mondott egy árat, nem titok, 3.600.000 forintért vettük. Azt is úgy tudtuk csak megvenni, hogy két év alatt fizettük ki neki, mert belement ebbe, és ő vette kisebb házat a faluba, a másik utcába, amit ő föl tud tartani, hiszen ezt ő már nem tudta volna föntartani. Ez egy nagyon nagy ház egyébként, tehát ő egyedül volt, rokkan nyugdíjas, és jött a lehetőség, hogy miért megvettük akkor, megírtuk a pályázatot rá, ezt leszongoráztuk talán 10-12 nap alatt, tehát ez hihetetlen gyorsasággal ment minden. Aztán két évig állt a dolog, mert nem tudtuk, hogy nyer a pályázat, és azon gondoltam, hát most vettünk egy házat, hogy mit csinálunk vele, hogyha nem kapunk anyagi forrást, és 18-ban jött a döntés, hogy kaptunk egy nagyobb összeget, ilyen 48 millió forint körüli összeget. De az még mindig nem volt már elég, majd fölmentek az árak, aztán hál' Isten az országgyűlési képviselőnket tudtam beszélni Ritter Imrével, és ő még megtudott ezt a 19-es évben 20 millió forinttal, és akkor rendelkezésre állt az az összeg, amire a felújítást meg tudtuk valósítani, és gyakorlatilag 16-os volt a pályázat, és 19 júliusában tudtuk elkezdeni, de akkor is tehát a pénz az épületről szólt, illetve a parkolóról, tehát minden más az plusz pénzekből, amit minden évben tudtam még egyedi pályázatként kapni, szintén az, a nemzetiségi vonalon, Jubilének köszönhetően, Ritter Imrének köszönhetően, minden évben kaptunk pár millió forintot hozzá, illetve ami pályázati lehetőség volt, azt mindent megragadtuk, nagyon jó évek voltak azok egész 22-ig, mert voltak lehetőségek, és általában nyertünk is, és így pont 22-re, amikor átadtuk a házat, hogy nagyjából be tudtuk fejezni. Nem mondom, hogy esetleg a pénzére tudnák még valamennyi pénzt lobbizni, akkor az is meg lenne, de nem panaszkodom, mert elég jól be tudtuk ezt fejezni, tehát nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sokat ötleteltünk, pénzt is kaptunk rá, de lehet, hogy szerencsék is volt. Tehát ezt most már nem biztos, hogy nem tudnak megcsinálni, úgyhogy ez pont finishben volt, 22 márciusban átadtuk, és akkor vettünk egy levegőt, hogy na, hála Isten, ezt meg tudtuk csinálni. A német önkormányzatnak is van költségvetése, működési pénze, feladat alapú pontok alapján kapott pénze, csoportok, és azért úgy 1000 forintot kérünk belépőnek egy főre, azok is elég szépen jönnek, napelemünk van, nagyjából az ára most már azt gondolom, hogy a nullás, vagy mit tudom én, tehát nem nagyon kell belenyúlnunk, vízdíjunk akkora nincsen, takarítani mi megoldjuk így az aktivistákkal, tehát akik jönnek, nagyjából most fel tudjuk így tartani, nagyon sokat dolgozunk itt nyilván,
lehet, hogy átlagosan többet dolgozunk, mint egy másik helyen lévő német önkormányzat, akinek nincs ilyene, de talán megérte, hogy ez megvan. Tehát egyenre föl tudjuk tartani, igen. Hogyha meg nem nyilván, akkor hogy után nézzük, hogy milyen források vannak. Most van egy egyesületünk is, aki szintén, hogyha van lehetőség, működésbe betűdő is esetleg pályázati forrást hozni, hát ügyeskedünk, megpróbáljuk megoldani. Azt gondolom, nagy szerepet játszik, hogyha megnézem a falu életét, tehát ez egy jelentős építészeti értéket bír itt a faluba. Nem csak a faluba szerintem, a környéken is, mert lehet, hogy országos szinten is, hogy tehát akik jönnek, legalábbis azok mondják, hogy nagyon, nagyon szépen megcsináltuk, hogy ilyen máshol nincs, vagy mit tudom, hogy kevés van ilyen, tehát is büszkék lehetünk. Tehát én azt gondolom, a falusok is büszkék. Én azt gondolom, hogy ilyen település, mint Székelyszabad 600 fővel, nem hiszem, hogy pár évvel ezelőtt álmodott volna, hogy ilyet meg tudunk csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jelentős építészeti értékkel bír a faluba is, és mind az emberek szemébe is, szerintem is majdnem, hogy szent a környéken és országos szinten is. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.